Az Opel igazából soha nem tűnt el a kabrió piacról, a korábbi modellje az Astra Twin Top volt, most egy kicsit magasabb kategóriában, a közép kategóriában tér vissza a kabrióval, az Opel Cascada néven, végső soron ugyanazt a kategóriát foglalva el, mint jóval korábban a Kapitén és a Rekord. Ezt a méretnövekedést jelzi, hogy 250 mm-rel hosszabb, mint az Astra Twin Top volt. Az első futóművét az Insignia OPC-ből veszi át, ez kellően sportos ehhez a műfajhoz, a hátsó pedig az Astra, illetve a Zafira csatolt lengőkaros spirálrúgós, vatrudazattal megerősített változata. Maga a padlólemez az Astrából, illetve a GTC-ből származik, alaposan megerősítve, ez egyébként nagyon jól látszik az autó vezethetőségén. A nagyon kényelmes rugózás és a sportosság szerencsés ötvözete, jól érezhető a szilárdsága, egyébként a korábbi Twin Tophoz képest csavarodási szilárdságban 41, hajlításiban 27%-ot javult, és ez a vezethetőségén, rugózásán, hangszigeteltségén nagyon jól érezhető. A szenzáció mégiscsak a tető, 50 kg-ot nyom a tetőműködtető elektrohidraulikával együtt, a Twin Tophoz képest 65%-kal könnyebb, zajkeltése 33%-ot javult, 17 másodperc alatt lehet levonni a tetőt, és 50 km/órás sebességig nyitható-zárható. Külön finomság, hogy a hátsó ablak teljesen belesimul az alacsonyabb szélzaj elérésére a vászonba. Ha belülről nézzük, akkor nem is látszik, hogy vászontető. Három színben, mokkában, burgundiban és feketében készül, és a drágább kivitelben van egy hő- és hangszigetelő filcesített műanyag. A minőséget különösen magasra helyezték, az első két ülés az orvosilag egészségesnek minősített. Itt egy kicsit később visszatérünk, a tetőre látszik, hogy elől van ez a magnézium áthidaló, ezzel különösen merevítették, és közbülső helyeken könnyű fém alumínium ötvözetű merevítőket alkalmaztak, így érték el a viszonylag alacsony tömeget. Ha belülről megnézzük, ahogy mondtam, jól látszik, hogy nem különböztethető meg a fémtetőtől. Itt az elektrohidraulikus nyitószerkezet, az ajtónál a vezető oldalon helyezték el, 17 másodperc alatt vonja le a tetőt. Korábban említettem, hogy az ablakot teljesen a vászon síkjába süllyesztették, ez még a prémium márkákon is ritka. Rendkívül kanyargós hegyi utakon próbáltuk ki, nagyon jók a kanyarodási tulajdonságai, ez hozzájárul az is, hogy a FlexRide nevű futóműrendszer is rendelhető hozzá, háromféle keménységre vagy karakterisztikára hangolhatóak a felfüggesztések. És ha már a tetőnyitást látjuk, érdemes megemlíteni, hogy a vászontetőnek köszönhetően 280 literes a csomagtér, ha nyitva van a tető, 380, ha be van csukva, és ha a két hátsó ülést előrehajtjuk, mert ezt is lehet, akkor 750 literes. Kicsit visszatérve a vezetési tulajdonságokra, egy nagyon kellemes erőkkel és áttétellel operáló elektromechanikus szervokormány van benne, 4 tárcsafék kitörésgátlóval, jó pedálerőkkel és jó lassítással. Látszik, hogy a belső kidolgozás különösen jó, erre nagyon sokat adtak, bőrrel van borítva, éllel varva, igen jó minőségben. Az utazási érzetet nagyon nagy mértékben javítja, hogy sem nyitott tetőnél, sem pedig becsukottnál nem jelentősek a szélzajok, és előtágasabb eltér. Különösen ügyeltek arra, hogy sok prémiumos felszereltség legyen, az egészségesnek nyilvánított ülést ventilátorokkal szellőztetik, a napsugárzás hőjét visszaverő bőr borítja, a beszállás villanymotoros ülésmozgatás egyszerűsíti le, és a felszerelési listát akár a 11 világítási szabályozást engedélyező intelligens adaptív rendszerrel lehet kiegészíteni, vagy a továbbfejlesztett táblafigyeléssel, a távolságot tartó aktív sebességtartó automatikával, a kormányzásra aktívan beavatkozó sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel, vagy a parkolás segítéssel, akár kormányfűtéssel, hátratekintő kamerával. A motorválaszték 3 benzinesből épül, az 1.4-es 120 lóerősből, az 1.4-es 140 lóerősből, és a teljesen új 1.6-os 170 lóerősből. Van 2 dízelmotor, a 2 literes turbó 165 lóerővel, és az ugyancsak 2 literes
biturbo 195 lóerővel. Start-stop rendszer van egyébként a biturbóban és az 1.6-os benzinmotorban. A sebességváltók kivétel nélkül 6 fokozatú kéziváltók, de automata, kézzel is kapcsolható, aktív select váltós automata kapható az 1.6-os motorhoz és a 2 literes dízelhez. A bemutató során egyetlen egy motorral, a vadonatúj 1.6-ossal lehetett kipróbálni. Ez egy nagyon érdekes motor, közvetlen befecskendezéses, benzines, turbóval, köztes hűtővel. Mind a két vezérmű tengelye folyamatosan változó vezérlést állít elő, nagyon csendesen dolgozik, a start-stop rendszere megbízhatóan indítgat. Az előd 1.6-oshoz képest 22%-kal jobb a nyomatéka, 280 Nm, ez már-már dízeles teljesítmény. Itt látszik, hogy a hátulról lehet előrehajtani az üléstámlát is. Ha az üléstámlát teljesen előrehajtjuk, és az első üléstámlát is előrehajtjuk, akkor összesen 1,82 méter hosszú tárgy is elhelyezhető benne. Itt látható egyébként a motor, nagyon csendesen, hihetetlen nyomatékkal húz, viszonylag alacsony fordulatszámról, 1300-as fordulatról már nagyon keményen húz, 222 km per óra a végsebessége, 9,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Itt egy kicsit közelebbről önállóan is látszik, amit nem mondtam eddig, hogy egy kiegyensúlyozó tengelye is van. Ha a Cascadát röviden össze akarja foglalni az ember, akkor egy 4 üléses autó 4 évszakra és napi használatra akár egyetlen családi autónak is jó. Az első autók májusban jönnek az országba, az ára 7 millió forintnál indul.